a Karcag Városi Önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester és az önkormányzati képviselők helyezték el a megemlékezés virágait. A hagyományos, hivatalos március 15-i városi ünnepséget idén nem tarthattuk meg. A járványügyi szabályok betartása mellett reggel az országzászló felvonásánál tisztelgett dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Hubay Imre a megyei közgyűlés elnöke és Szepesi Tibor polgármester. Majd a Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos szobornál elhelyezték az emlékezés koszorúit, valamint ugyanitt egy-egy szál virággal emlékeztek a márciusi ifjakra Gyurcsek János és Sári Kovács Szilvia alpolgármesterek, Rózsa Sándor jegyző, valamint Karcagi Nagy Zoltán, Nagy Mély László Erzsébet, Molnár Pál, dr. Pintér Zoltán Árpád és Pánti Ildikó Fidesz KDNP-s önkormányzati képviselők, valamint Domján Sándor főmérnök. Pénteken az ügyeletben lévő óvodások zászlókkal, rajzaikkal, kokárdákkal emlékeztek a 48-as hősökre a Petőfi szobornál. Mivel szervezett ünnepség nem volt, saját közösségének, intézményének nevében a nap során a Petőfi szobornál az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezve elhelyezték virágaikat, koszorúikat a város intézményének vezetői is.